Hetek óta kint a látogatási tilalomról szóló tájékoztató a Szexádi Mérei utca idősek otthona bejáratán. Az országos tisztifőorvos március 8-án tiltotta meg, hogy látogatók lépjenek az idős otthonokba. Azóta a Szexádi Szociális Központhoz tartozó mind a négy intézményben szigorú egészségügyi és higiénis szabályokat vezettek be. Például, hogy a bentlakók tartani tudják a másfél méteres távolságot, nem egyszerre ebédel mindenki, hanem két ütemben oldják meg, de a dolgozókra is különleges szabályok vonatkoznak. Minden egyes dolgozó a műszak megkezdésekor írásban kell nyilatkozzon az egészségi állapotáról, tehát gondolok itt a láz felső légúti tünetekre illetve náluk is elvégezzük a hőmérőzést, ugyanúgy, ahogy az időseinket is folyamatosan monitorozzuk, napi kétszeri hőmérőzést végzünk náluk, illetve fokozottan figyeljük a felső légúti tünetek esetleges megjelenését. Az otthonokban lakó 155 idős most Skype-on vagy Messenger-en keresztül tud kapcsolatot tartani a rokonaival, az orvosok pedig folyamatosan heti rendszerességgel vizitelnek az intézményekben, és ügyeleti rendszerben a nap 24 órájában elérhetőek is. Telefonon bármi Elérhetőek, bármikor tudunk segítséget kérni, de szükség esetén azonnal bejön az intézménybe és segít, illetve ellátja, Adott esetben diagnosztizálja az idős embernek az esetleges tünetei alapján a megbetegedését. A hazai idős otthonok ellenőrzését az országos tisztifőorvos néhány napja rendelte el, azután, hogy egy pesti intézményben több lakó elhunyt koronavírus fertőzés miatt, és az ország több hasonló otthonában megjelent a vírus. Ács Rezső Szexárt polgármester azt mondja, a város felkészült a koronavírusra, így az ellenőrzésekre is. A helyi önkormányzat csak a szociális ellátórendszerben dolgozóknak több ezer védő fel be. közel Közel négyezer e, kesztyűt sikerült kiosztani a rendszeren belül, közel ezer maszkot, különböző maszkokat tudtunk kiosztani, közel 20 liter feltöltlenítőszert használtunk el, és gyakorlatilag nagyon szigorú vejtetési rendszer van még a dolgozók között is, hiszen mindenkinek megmérjük a hőjét, mindenkinek le kell magát feltöltlenítenie. A városban emellett hetek óta működik az idősek ellátását célzó rendszer, aminek részekén naponta több mint 260 adag ebédet szállítanak ki. A fogyatékkal élők ellátásának előkészítése pedig már több mint egy hete folyamatban van. Az önkormányzat olyan emberek jelentkezését várja, akiknek a családjában vagy az ismerősei között van ő magát ellátni képtelen személy. Erre azért van szükség, hogyha az ápoló hozzátartozó lebetegedik, az önkormányzat el tudja látni a fogyatékkal élő személyeket. Jelenleg tartunk. A lényeg az, hogy mindenki visszatok arra, hogy az elhetőségeket adja meg a város számára, hiszen ha bármi, bárkivel történik a családon belül, ma még ez nem gond, mert a családok el tudják látni ezeket a gondozásra szorulókat, de hogyha bármi történne a családban, akkor az önkormányzatnak kötelessége lesz majd belépni és segítséget nyújtani. Azok, akik fogyatékkal élőkről tudnak szexárdon, a fogyatékkal élők kukac pont e-mail címen jelentkezhetnek.